Az év utolsó Kiberma adásában Dórival kipróbáltunk egy igazán egyedi japán zenés ritmusjátékot, majd Csiti is csatlakozott, hogy együtt vadászanak pokémonokra a Nintendo Switch legújabb exkluzív játékában. Visszaemlékeztünk arra, mik voltak a kedvenc karácsonyi témájú játékaink, valamint egy fontos magyar fejlesztést is megnézhettünk, amely segíteni tudna a látássérülteknek az olvasásban. Itt vagyunk a Citadellánál, és ki gondolná, hogy a hátam mögött lévő kollégiumban magyar fiatalok azon dolgoznak, hogy a világ látássérültjeinek egyik legnagyobb problémáját megoldják, az olvasást. Itt van egy korszakalkotó technikai eszköz, amit vakok számára fejlesztettetek ki. Mi ez pontosan? Ez egy olvasókesztyű, amellyel a nyomtatott szöveget brailleírásban tudják elolvasni a látássérült emberek. Na várjál, most én olvasókesztyű, hol van az olvasókesztyű, és hogy működik ez az egész történet? Hát a kesztyű az itt van, most egy előre külön az eszköztől, de igazából a lényeg az ez a része a dolognak. Ebben van egy nyomtatott áramkör, DC-DC konverter, illetve Bluetooth modul, ebben pedig egy kis Braille cella, illetve a dologhoz tartozik még egy applikáció is, amivel a okostelefonról befotózzuk a szöveget, és aztán az felismeri a karaktereket, amit aztán ennek a doboznak továbbít, és utána ahogy húzzuk, folyamatosan mindig a soron következő karaktert azt a mutató ujjba öködi tulajdonképpen a megfelelő Braille rendben. Milyen információi vannak, hogy világszerte hány embert érint mondjuk a vakság problémája? Világszerte valamivel több mint 250 millió látássérült ember él, úgyhogy tulajdonképpen ennyi embernek tudnánk segíteni ezzel az eszközzel. Ugye azt el kell mondjuk, hogy ez még egy prototípus. Hogy képzelitek el a végleges fejlesztést? Hogy fog kinézni? Mit kell még változtatni, akár külsőleg, akár a belső technikában? Hát a leglényegesebb funkciói azok alapvetően megvannak, például a görgőt szeretnénk még valószínűleg optikai szenzorra cserélni, illetve az egészet sokkal kisebbé és oldozhatóbbá tenni. Körülbelül akkor a méretben lenne a végleges verzió, mint mondjuk egy számítógépes egér vagy egy ilyen kis prezenter. Fiatal srácok, feltalálók csinálták ezt az egészet, de hogy kell titeket így elképzelni? Hát valóban így, hogy ilyen egyetem vége felé járó csapat volt, azóta már a nagy rész végzett is. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen szerelem projekt volt, aminek az első állomása a Microsoft innovációs versenye volt, az Imaging Cup. Ez mikor volt? Ez 2017 tavaszán nyarán. Mennyire láttad mondjuk rajtuk a lelkesedést egyetlen? Ha volt egyértelmű, volt az ő lelkesedésük, milyen plusz erőt adott nektek? Hát abszolút, nyilván ezért is csináljuk. Volt, aki például egy könyvet elkezdett olvasni, és egyből mondta, hogy ó, ez Harry Potter, vagy volt, aki teljesen extázisba került attól, hogy életében először el tudott olvasni egy napi lapot. Lehet állítani az applikáción belül a húzásnak a sebességét, ugye, ahogy a számítógépnek is, ahogy a számítógépes egér finomságát is ugye lehet állítani. Ezen kívül van tanító funkció is benne. Ez mit jelent? Az, hogy amikor egy karaktert ugye elolvas az ujjával, akkor azt hangosan is felolvassa, és azért tartjuk fontosnak, hogy minél több lehetőségük legyen a látássérült embereknek egyáltalán Braille-t olvasni, gyakorolni, megtanulni. Kiberma. Szia, Endre! Halló, Dóri! Mit csinálsz ma este? Nincs kedved átjönni? Miért? Hát átugorhattál egy kicsit. Miért? Forgatás vagy mi? Arra gondoltam, hogy Taikonót Tatooine-t szeretnénk egy kicsit. Micsodát? Taikonót Tatooine-t. Na mindegy, gyere át és majd mindent megértesz. Jó, oké. Taikonót Tatooine-t.
Endre, mi ez a játék, amit mondtál a telefonban? Mert annyit értettem belőle, hogy Takitsuma Tsukimu. Igen, próbáltam titulatos lenni egy kicsit. Ugye ez hivatalosan a Taikon Utasuin, de van egy kis ilyen angol is a neve, a Drum and Fun. Hát ebből lehet következtetni egy picit, hogy a drám ugye az dobolás. Igen. És a fán meg, hogy ugye jól fogjuk érezni magunkat. És hát ezt nem tudom, tudod-e, vagy talán láthatod már filmekben, amik részben Japánban játszottak, hogy ott hatalmas népszerűségnek örvend a mai napig ezek a játéktermek, ahol ugye bemennek a fiatalok, és ott kajálnak, isznak, és ott közben ilyen ritmusjátékokat játszanak, tudod, igen, vagy táncolósokat, tudod, vagy ahol lépkedni kell ilyen szőnyegen, és a közöttet. Ott ez eszméletlenül megy, és ez a mai játéktesztünk is, nek az alanya is egy ilyen nagyon népszerű játék Japánban, tehát elképesztő egyébként, hogy ott mennyire népszerű. A játékhoz lehet kapni egy Európában egyébként nehezebben beszerezhető igazi dobot, ami persze ilyen digitális dob. Ha rákötsz a, mondjuk a PlayStation-re vagy bármire, akkor azt kell ütni tényleg. Sajnos nekünk ez most nincsen, de a Nintendo Switch verzió annyival jobb, mint mondjuk a PS4-es abból a szempontból, hogy ott csak egy kontrollert tudnál a kezedbe fogni és nyomkodni ugye a gombokat, ami nem lenne annyira fun. De a Nintendo Switch-nek a motion kontrollereje miatt, ugye ők nagyon rámentek erre a mozgásérzékelős irányításra, képzeld el, hogy igazából dobolhatunk a levegőben. Most lelessek minden kis praktikád azt, hogy aztán nyerni tudjak. Ez most verseny? A praktikám az a ritmusérzék. Jó, értem. Na, és már az első érdekes rész, hogy rengeteg zene van, de nyilvánvalóan az ember rájön, hogy európai fülnek a 99%-a, jó, legyen 95%-a teljesen felfoghatatlan. Úgyhogy nem is tudom, mit választok, de hogy megkönnyítsem egy kicsit a dolgot, választok egyet, amiben legalább angolul énekelnek, az pedig a legújabb Super Mario, az Odyssey-nek a zenét fogom választani. Na itt van, ez a, tehát ahogy mondtam, Super Mario Odyssey-nek a zenéje. Hát én azért, legyen egy easy azért ne őrjünk meg rögtön. Igen. Az nagyon fontos, hogy így kell fogni a kontrollert, tehát kamerának is mutatom, hogy így fölülről kell így nézni. Jaj! Jó, smert. Elindult Endre! Lemaradt! Hogyha ilyen nagy kocka van, akkor egyszerre kell ütni a kettővel, ha pedig ilyen kisebb. Akkor csak a jobb kezemmel szoktam, és ha pedig itt ezt végig kell így ütni, amikor ilyen sárga van, megint dupla, itt ki kell pukkasztani a hordót, most sikerül gyorsan. És amikor pedig kék lesz, akkor pedig így oldalvás kell, de még nem volt, mindjárt mutatom. Így, most. Így látod? Aha. Dupla. Jó, egyébként fárasztó egyébként, meg kell, hogy mondjam, hogy... Hát ez egy nagyon kemény sport. De most viccen kívül, a hármat lenyomsz, én utána azért elég elfáradok. Amíg az lehet, hogy engem minősít, szó. Oké, és akkor így fogom meg, ugye? Opa! Már fogod fordítva. Így? Így, igen. És akkor... Na, és akkor válasz zenét, ugye itt tudsz ezzel a fölle, válasz magadnak egy zenét, ami szimpatikus. Jaj, hát ez Odora Dora 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 Mona Onda, hát ez majdnem az én zeném. Igen. Igen? Ez. Jó. One Night Carnival. Carnival. Na, és one akkor... One Night Carnival. Na, melyiket kell nyomni? A. Ja, az A. És akkor easy. Persze, legyen ez easy. Nem kell, persze. És akkor ezeket itt nem kell nyomogatni nem, alul? Nem, semmit nem kell. Nem. Állj be a kezdő pozícióba. Ez a kezdő pozíció? Hát mondjuk. Jó, csak kipróbáltam. Jó, persze. Na. Hát majd értesítj. Egyet csak találtam el eddig. Hú, ezeket a kicsiket nagyon nehéz. Becsukott szemes, ha szól lenne az eredmény, mert egy kicsit valahogy Na most egy nagy. Nem érzékeli az enyém szerintem. Igen, persze. Rájöttem, hogy nagyon-nagyon oda kell ütni. Hát ezeket... A dobos is ezt mondta. Most jó vagy. Most ilyen tüzes van. Amúgy ezt tudod, hogy hibának számít, tehát hogy ez mi? Ide... Hát az, hogy egyfutam ütöd, és akkor hiába találsz mindig, de ugyanakkor egy csomó hibát is ütsz. Hát szerintem a negyedét értem el a te pontjaidnak, de szerintem ez egy nehéz zene volt. Igen. Minden esetre mi a véleményed? Tehát, hogy akkor azt mondta, hogy el tudod képzelni te is, hogy egy ilyen partiba akár így nyomjátok ezt, vagy... Most már nem ment, de... Most már nem tudom elképzelni, hogy én ezt nyomnám egy partiba, mert nem ment, így van. De
persze bele kell jönni, mint minden játékban, de nekem tetszett. Kedves, aranyos, jók a nevek, már csak az önmagában egy jó móka, hogy kimondjátok a daloknak a nevét, a címét, hogy Hoho, Tembu, Mugen, Kucuru, Kuzere. Megszerezted a Tembu, Mugen, Kucuru, igen, számot, mindig is erre vágytam. Jó, egyébként olyan szempontból tényleg érdekes viccünk kívül, én általában ezt mondom az a japán játékokról, hogy kulturális ilyen tudást is való hordoz, hogy most nem azt mondom, hogy kevesebb, aki nem ismeri ezeket a popslágereket, de érdekes, nem? Tehát, hogy most ők is nyilván ezt a tankcsapdára, vagy nem tudom, mire így néznének, nem? Persze. Vagy egy akusztikra. Persze, ez egy új világ, abszolút, amit nekünk meg kell ismernünk. A karácsony közelettével nosztalgiázzunk együtt, és idézzük fel, mik voltak a Kiberma szerkesztőségének kedvenc karácsonyi témájú játékai, eljutva a 90-es évek játékaitól egészen a közelmúltig. Első játékunk egy igazi kevéssé ismert kuriózum, mégpedig a Batman Returns, azaz a klasszikus Michael Keaton főszereplésével készült film második része, a Batman visszatér játékfeldolgozása. Fontos megjegyezni, hogy 92-93 fordulója körül több Batman Returns című játék jelent meg, egyidejűleg a különböző platformokon, például Super Nintendo-n, a Sega különböző gépein, de ezek nem egyeztek meg a PC-s verzióval. Míg a konzolos verziók többnyire a beat'em up, azaz balról-jobbra haladós verekedős játékok voltak, addig a PC-s játék egy nyomozós kaland hibrid lett, kisebb akcióelemekkel. Batmannel a karácsonyi ünnepek hetében kellett nyomozni a Pingvin és Max Schreck után, sok helyszínre ellátogatva, tárgyakat begyűjtve, illetve összecsapva a bohócnak öltözött ellenfelekkel. A játék napokra oszlott, és bizonyos tevékenységeket, illetve tárgyakat csak bizonyos időben tudtunk elérni. Mai szemmel igen nehéz is volt, hiszen akkoriban nem tolták annyira még az arcunkba a megfejtéseket, mint manapság, és akár egy tárgy kihagyása is könnyen jelentette, hogy nem sikerül eljutnunk a végére. Valamint több jó és rossz befejezés is létezett, ezzel is tovább mélyítve a lehetőségeket. A grafika még mai szemmel is rendkívül hangulatos, nem beszélve a zenékről és animációkról. Bár sok embernek kimaradt akkoriban, mégis igazi klasszikusként tekinthetünk rá. Második játékunk igazából nem is egy, inkább két játék, aztán persze még ezek mutációit is fel lehetne hozni rengeteg verzión keresztül. Mint ahogy nincs karácsony a tévében Kevin, azaz a reszkessetek betörők filmek nélkül, úgy a játékipar sem tudta kihagyni, hogy ne dolgozzák fel ezt az örökzöld történetet. Annyiban azért eltér a dolog, hogy a játékok azért nem lettek akkora klasszikusok, mint a filmek, és ebben nyilván közrejátszik, hogy bár mai szemmel és a nosztalgikus élmény miatt szívesen tekintünk vissza rájuk, nem sikerültek valami fényesen. Kezdjük azzal, hogy a játékokban 90%-ban olyan dolgok történnek, amik nem voltak a filmben. Miért gyűjt Kevin kincseket egy a pincében elhelyezett hatalmas páncélszekrénybe? Kik ezek a gengszterek a házban? Miért akarják a járókelők megölni őt? Mik ezek a denevérek? Miért ellenséges a filmből ismert galambos hölgy, és még reggelig sorolhatnánk? A grafika a korhoz képest kellemes volt, kihozhattak volna ebből egy jó kis platformert is, kár érte. Bár így legalább a viccesen rossz játékok egyik örökzöld képviselője lett belőle. A harmadik játékunk nem önálló játékként jelent meg, hanem a méltán híres és azóta is nagy népszerűségnek örvendő 94-es Jazz Jack Rabbit egy hihetetlen jól sikerült platform ügyességi ugrálós játék volt, amelynek egy vagány nyúl volt a főszereplője. Korát lenyűgözte az akkor nagyon gyorsnak számító játékmenet, valamint a 3D-s bónuszpályák is, amik szintén hatásosak voltak 94-ben. Bár például a Sonic népszerűségét nem érték el végül, de egy semmiből jött, váratlan, új játékhoz képest büszkék lehettek a sikerre. Ehhez érkezett abban az évben, decemberben egy kis karácsonyi pályacsomag, külön ünnepi hangulatú pályaelemekkel, amelyek annyira népszerűek lettek, hogy 95. októberében ismét meglepték a rajongókat újabb ilyen témájú pályákkal. Később ezek a CD-ROM verzió kiadásakor már rákerültek a lemezre, így aki ekkor vásárolta meg a Jazz Jack Rabbit-et, már az összes pályát birtokolhatta. A negyedik játékunk kissé megosztó lesz, ugyanis ismét egy filmadaptációról lesz szó, csak hogy kétféle ember létezik. Az egyik szerint karácsonyi film a Bruce Willis főszereplésével készült klasszikus Die Hard első része, mások szerint semmi köze hozzá.
mi inkább az elsők táborát erősítjük, hiszen az igaz, hogy nem a télapó és az ajándékozás a téma, ugyanakkor a karácsonyi ünnepekre Los Angelesbe érkező McLean története hátterében a szeretet játssza a központi szerepet, hiszen mindent megtenne, hogy megmentse a feleségét az épületen rajtaütő terrorista tolvajoktól. És azért az, hogy pont egy karácsonyi céges ünnepségen tör ki a káosz, ad az egésznek egy rendkívüli hangulatot, igaz ez a filmre és a játékra is. A jól ismert második részben pedig szintén a karácsonyi forgatagban folytatódott a kaland, ezúttal egy reptéren. Bár voltak korai PC-s és Nintendo-s próbálkozások is a 90-es évek legelején, amelyek csak az első résszel foglalkoztak, az Activision gondolt egy nagyot és feldolgozta 96-ban az addigra három részesre duzzadt filmsorozatot. Az először PlayStation 1-re megjelent játékot pár hónapra rá különböző más gépekre való verziók is követték. A különböző filmek pedig érdekes módon különböző fajta játékot jelentettek, hiszen még például az első rész teljes egészében a Nakatomi plázában játszódik, és TPS nézetű lövöldözős játék, persze 96-os grafikai színvonalon, addig már a második rész egy célkeresztes lövöldözős játék. A harmadikban pedig az autós üldözőseké a főszerep. Bár ez utóbbi már csak úgy, mint a film, nem sok karácsonyi kötődéssel rendelkezik. Az ötödik játékunkhoz ugrunk egy jó nagyot, majdnem 20 évet, és a 2013-as Batman Origins-t fogjuk kicsit megvizsgálni. Az újkori Batman Arkham széria mindegyik része remekül sikerült, mindösszesen maximum minimális színvonal ingadozással. Az Origins története pont karácsony este kezdődik, amikor is a Fekete Maszk nevű bűnöző éppen szökési akciót indít a híres Blackgate-ből. Ezek után 8 bérgyilkost bérel fel Batman kiiktatására, akik tulajdonképpen a játék során a fő ellenségek lesznek. Érdekesség, hogy ahogy az Origins alcím is sugallja, ez egy előzmény rész. Itt még abban a korszakban járunk, amikor Batman nem volt annyira ismert Gothamben. Sokan nem tudták, hogy ő nem csak egy újabb bűnöző. Sőt, Joker személye is ismeretlen volt még. Bár kezdeti technikai hiányosságok jellemezték a játékot, egy idő elteltével azért ezek túlnyomó része ki lett javítva, így ha manapság pótolná valaki, akár PC-n, akár konzolon, már nem lesznek ilyen problémái. Utolsó játékunk pedig egyben a legfiatalabb is, lévén a The Division 2016-ban jelent meg. A Ubisoft játéka a mai napig szintén egy megosztó játék, hiszen egyrészt sajnos a kezdeti videókból és ígéretekből azért nem csak egy dolgot kiszedtek a megjelenésre, ugyanakkor a hangulat és a játék alaprendszere is rendben volt, így sokan vetettük bele magunkat a havas Manhattanbe a megjelenéskor. A karácsony annyiban sántít, hogy itt a történetünk a fekete péntek idején indul, amikor egy titokzatos vírus a bankjegyeken elterjedve súlyosan megfertőzi New York lakosságát. Természetesen azonnal karantént hoznak létre, így mi egy furcsa csoport ügynökeként kerülünk a helyszínre. Fontos tudni, hogy ez egy érdekes, többjátékos, nyílt világú szerepjáték hibrid, amely a tipikus vagy szeretjük, vagy gyűlöljük határán mozog. Hiszen hiába vannak benne például relatíve reális fegyvereink, de itt az ellenfeleknek csak úgy, mint egy fantasy szerepjátékban, életerejük van, így nem fogunk a valósággal ellentétben egyetlen lövéssel például leteríteni egy erősebb ellenfelet. A játék kezdeti 10-20 órája nagyon is rendben volt, hangulatos a helyszín, a már felkerült karácsonyi dekorációkkal, azonban sajnos az ilyen stílusú játékoknál legfontosabb endgame-et nem igazán sikerült játékos marasztalóra megcsinálni, így a kezdeti berobbant játékos bázis hamar kiürült. Összességében így is megérte a második részt megcsinálni, amely hamarosan, 2019 márciusában várható, reméljük az első rész hibáitól mentesen. A célom az, hogy jó legyek, hűtársam oldalán. Oly sok a harc, a küzdelem, de győzelem vár rám. Kalandra hív a messzeség, így megismerhetem. A pokémonok hű szívén, meg így ver oda benn. Pokémon, szeretnek hát, csak te és én, mi győzünk a legvégén. Pokémon, a te igaz. Hát te? Normálisak vagytok? Mit csináltok itt? Nem értem a kérdést. Pokémonra vadászunk. De ez egy vicces kontrollál. Akkor? Na jó, gyertek fel hozzám, és mutatom, hogy kell ezt. Csiti.
most visszarepülünk a gyermekkorunkba, méghozzá az enyémbe vagy a tiédbe, várjál. Mindkettőnk gyermekkorába. Méghozzá azért, mert kiadtak egy új Pokémon játékot, aminek a neve Pokémon Let's Go! Két verzióval van, Pikachu van. Verzió, meg Eve verzió. Ő a kislány. Van a kislány, a kisfiú. Igen. És egyébként, aki ezt a nagyon szuper trendi Pokémon verziót szerzi be, kap hozzá egy poki labdát, ugye ez a kontroller, nem csak egy poki labda, amit letesz az asztalra, hanem konkrétan ezzel kell játszani. Dragon Ball Zente. Hogy volt a dal? Így. Figyelj, tanult kollégáról van itt szó, Dragon Ball Zente. Most már egyébként Dragon Ball szuper van, szóval egyébként abban is megvolt ez a fajta kicsit ilyen lebutított világ, amit lehetett így élvezni, hogy akkor mászkálhatsz a Dragon Ball világába. Itt ugyanígy megvan ugye a Pokémonnál is, hogy látod ezeket a karaktereket, látod ezeket a Pokémonokat, mindenhova el tudsz mászkálni, és tényleg így át tudod élni ezt a Pokémon életérzést. Nézd meg, itt egy ilyen nagyon furcsa rózsaszín malac, de valami. Érdekes módon őt nem tudjuk valamiért megtámadni, lehet ez, mert neki van egy ilyen furcsa gazdája. És a kislány meg lehet támadni? A kislány ne támadjuk meg szerintem. Nem támadjuk meg a kislányt. Ugye van nekünk ez a kis világunk, ahol jobbra-balra bármerre el lehet látogatni, városból erdőbe, erdőből városba, és akkor közben egyébként így, ahogy látjuk is, össze tudunk futni. Ilyen szörnyecs. Hát ilyen a sorozatból, pokémonokkal. De úgy látom, hogy vele nem tudunk most harcolni. Ezért túl gyengék vagyunk még, lehet, hogy vannak szintek, ahol meg. Mindegy, lényeg, hogy szerintem menjünk az erdőbe, mert az erdőben biztos lesznek pokémonok. Most itt teljesen random belefutottunk egy pitglibe. Pitglibe. Rányomunk a get ready-re, és most elnézem, hogy tudok egy dolgot. Nem, nekem ez nagyon nem megy. Mert nem kell kidobni azért a kezedből. Ja, hogy ne engedjem el. Ne, csak így. Na jó, akkor most figyelj. Annyi a probléma, hogy ez egy madár. Mert ő repül. Én azt mondom, hogy lehet biztos benne fejleszteni a pokémonjaidat, harcolni kell a pokémonokért, hogyha esetleg nem tud valamelyik pokémont becserkészni, akkor mondjuk lehet neki gyümölcsöt is adni, és azzal egyébként magadhoz tudod édesgetni. Na megpróbálom én adni. Jó, már átadom. Átadjuk ezt a játékot, hát ha sajok jobban tudnak pokélabdát dobni. Piros van, igen. Egyébként, ha már japán mesék, japán játék, nem tudom, nekem jobban tetszik a Dragon Ball. Ne idegesítsd. Hú. Nem. Egyből. Runaway, bocs. Jaj, elszalad. De mert annyira megijedt tőlem. Hát annyira megijedt, hogy be se tudtad cserkészni. Nem. Meg rajtam a kezünkön egy ilyen kis madzagon keresztül, hogy véletlen sem legyen az a probléma, hogy mondjuk az ember megfogja a pokilabdát, és mondjuk a herendi porcelánkészletet találja el, mert az annyira nem jó poén. Szóval akkor ugye a get ready-vel tudsz harcolni, ott a bag. Egyébként, hogyha nem találod el... Egy olyan érzésem van, hogy kiírja, hogy excellent, de te mégis van, hogy oda dobtál. Valahogy két méterre a madár mellé dobtad, és mégis kiírja, hogy excellent. Nem, szerintem tetszik a Nintendo. Nem, nem is baj, de nem túl érzékeny ez a labda. Na igen, de egyébként ilyenkor felvetődik bennem a kérdés, hogy ugye én mondjuk 30-on túl. 20-hoz közel. Nagyjából 15 évvel ezelőtt néztem Pokémont, amikor igen. Ez menő volt. Na most, hogyha azoknak az embereknek szól ez a játék, akik Pokémont néztek, akkor azok már felnőttek, és nem biztos, hogy ez az a képi világ, vagy ez a grafikai világ az, ami őket így kielégíti. Viszont a gyerekek meg nem feltétlenül ismerik már a Pokémont, akiknek egyébként ez a játék szerintem most szól. Szóval így kíváncsi lennék arra, hogy ki a célközönség, mintha tényleg egy ilyen real pokélabda lenne, és tényleg ott lenne benne a kis Pikachu, akit éppen elkaptuk, én nagyon-nagyon... Jaj, ki akar jönni? Jó, ne ijedj meg! Mi tehet? Hát adjunk neki mondjuk ananászt. Igen, ananász az jó, az mindenre jó. De várjál, ott van egy kis aranyos kukac. Na, akkor kukac. Őt megpróbálom. Cserkezz be a kukacot.